Csütörtökön ismét ülésezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés Nyíregyházán. A napirendi pontok megtárgyalása során bejelentették, hogy a Debreceni Egyetem egészségügyi karának kezdeményezésére együttműködési megállapodást kötött a megyei önkormányzat és az intézmény. Korábban dolgoztak már együtt, különböző pályázati programokban. A jelenlegi megállapodás arra ösztönzi mindkét félt, hogy a jövőben gyakrabban keressék a közös lehetőségeket, közölte Sesták Oszkár elnök. Az identitáspályázat keretében tervezünk olyan együttműködést, ez egy több mint 800 milliós pályázat, amelynek a megyei önkormányzata kedvezményezettje az adatgyűjtésben, illetve a módszertanban, amely esetében számítunk az egyetemnek a segítségére. A kormány döntése alapján területrendezési terveket kell készíteni a megyéknek és a településeknek. Az előzetes Szabolcs megyeiről csütörtökön egyeztettek a közgyűlés tagjai. A területrendezési tervek egy hierarchikus rendszerben vannak felépítve. Ez a sorrend az országossal indul, amelyek a főbb elemeket tartalmazzák. A megyei már egy fokkal részletesebb. Itt például már az egyszámú főutak mellett a mellékutak és a kerékpárutak is belekerülnek. A települések terveiben pedig már a belterület felhasználása, illetve egyéb infrastruktúrális elemek is megjelennek. Ez a három egymásra épül, így egymás elemeit kötelező betartani. Ennek célja, hogy lássák, mit lehet az adott területen végezni, milyen fejlesztési, gazdálkodási, turisztikai lehetőségeket rejt egy-egy település. Most az előkészítési fázis zárták le, a júliusi közgyűlésen újra foglalkoznak majd a témával. Kiküldjük települési önkormányzatoknak, szakmai testületeknek a előkészítési fázisnak a munkaanyagát. Az új területfejlesztési törvény, amely alapján a meglévő területrendezési tervünknek a módosítása történik, egy sokkal komplexebb és rugalmasabb fogalomkészlettel dolgozik, nagyobb lehetőséget, ugyanakkor nagyobb felelősséget is ad mind a megyei önkormányzatnak, mind pedig a települési önkormányzatoknak. Ezzel ismerkedett első körben a megyei közgyűlés, voltak konkrét módosítóindítványok is, és egy széles körű társadalmi adatbegyűjtés után települési önkormányzatok szakmai testületektől egy bizottságülés után júliusban újra fogja tárgyalni mondjuk így az 1.1-es változatát a közgyűlésnek az előterjesztésnek, de még számos alkalommal fogjuk tárgyalni ebben az évben ezt az előterjesztést. A területrendezési terv módosítására többek között Filip Sándornak és Veres Jánosnak is volt javaslata. Ebben az anyagban egy ponton olyan érintik, de nem elég hangsúlyosan azt a programot, amit a megyei önkormányzat korábban konszenzussal már elfogadott, nevezetesen, hogy a nyírségi területen olyan öntözési lehetőséget alakítson ki belátható időtávon belül, lényegében központi költségvetési forrásokból Magyarország, amivel megteremtődik a felszíni vízből történő öntözés lehetősége azokon a helyeken, és ahol jelenleg furkutakból tudnak csak öntözni. Ugye az a mezőgazdaság fenntartható fejlődése miatt ez egy rendkívül fontos körülmény, hiszen nagyon komoly nyári aszály problémákkal küzdünk a térség egészében, és ha itt meg nem tudják biztosítani a felszíni vízekből történő öntözést, akkor ez később igen nagy verseny hátrányt eredményezhet ezeknek a területeknek. Úgy gondolom, ez egy fontos dolog, és én még egy javaslatot tettem nevezetesen arra, hogy már ennek az anyagnak a készítésénél is legyenek tekintete a tervezők a megye legsúlyosabb problémájára, nevezetesen az elvándorlási veszteségünkre. A közgyűlésen a Tisza ETT, vagyis a Tisza korlátolt felelősségű európai területi társulás munkájáról is beszámoltak. Két kiemelt projektje van jelenleg a társulásnak, az egyik hulladékgazdálkodási program. Ennek keretében egy lerakót építenének Beregszász és Makkos Jánosi határában. Ez jelentős mértékben csökkenteni a megyébe érkező szilárd hulladék mennyiségét, illetve egy biogázüzem épülne Kisvárdán. Ez a keletkezett hulladék további feldolgozását tenni lehetővé. A másik kiemelt terv részeként az aknaszlatinai sóbánya ökológiai katasztrófáját próbálnák elhárítani. Ehhez az ottani egyetemeket kérnék fel, hogy felmérjék a helyzetet és készítsenek tanulmányt. A bánya belsejében vízszintesen haladó járatokat két évtizede kezdte elönteni a víz. Ennek hatására több felszínközeli járat beomlott, és kráterek is alakultak ki. A sós víz eddig is súlyos környezeti károkat okozott a Tisza völgyében, ezt a folyamatot szeretnék megállítani. Ehhez azonban sokkal nagyobb forrásra van szükség, mint amennyi jelenleg rendelkezésre áll, tette hozzá Sesták Oszkár, a közgyűlés elnöke.